A nyíregyházi városi televízió egyórás első kísérleti adását látják egyelőre, és még nem tudjuk mennyi ideig, csak a józsavárosi lakásokban. Így kezdődött. 1985. március 4-én még csak a józsavárosiak láthatták az akkori városi televízió műsorát, ahol a Modul vállalat már üzemeltetett kábeltévét. A kísérleti műsorok után rendszeressé vált a havi egyadás, melyet hamarosan az érkerti városrészben is megnézhettek kazettáról. A készítő csapat magja a Művelődési Központ videóstúdiójának munkatársai, valamint a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Rádió újságírói riporterei voltak, támaszkodva a városban található videóműhelyek segítségére, VHS felvételi rendszerben dolgozva. Az alapítók között ott volt az évtizedeken át operatőrként alkotó Miló Mihály, aki a jubileumra régi eszközökből készített mini kiállításon középiskolás fiataloknak szemléltette a kezdeti körülményeket. Ez volt az első stúdiókameránk 1985-ben, és először még csak egy darab volt, aztán három darabot kaptunk. Ez is egy Sony technika, tehát akkor is, hogy mondjam, a televíziózáshoz szükséges volt a professzionális videotechnika. Három ilyen kamerával készültek a műsorok, illetve ezt le lehetett szerelni, és akkor vára véve. De képzeljétek el, ha közelebb jön valaki, jöjjön már, gyere már légy közel, ezt megemeled. Erre lehetett rögzíteni annak a kamerának a képét. Egy elég súlyos masina, amit vedd a vállad, de ez úgy működött, hogy a kamera ugye kéz vagy vállon, az operatőr vállán, és akkor egy 2 méteres kábellel vagyunk összekötve, fordvigyára, és akkor figyeli a technikus, azt figyeli, hogy a mikrofon szintje megfelelő, és követi az operatőrt, mert ha nem követi, akkor ugye egy 2 méteres kábel elszakad, az operatőr hanyatt esik, stb. Azóta persze sokat változott az eszközpark, már a saját tartalma készítése mellett például a legkorszerűbb kameratechnikával, mobil élő kapcsolás lehetőségével tudósítunk a város és a megye eseményeiről az MTVA megbízásából. Jelentős állomás volt 2013, amikor az analóg földi sugárzást felváltotta a digitális sugárzás, a térségben elsőként álltunk át erre. 2014-re önkormányzati segítséggel a TV történetében a legnagyobb volumenű beruházás zajlott le. A teljes forgatási felszerelésünket lecseréltük korszerű HD felbontású kameraszettekre, valamint a teljes adásvezérlőnket is előkészítettük HD adásra, és bár a nézői igények az online világ térnyerése miatt is gyorsan változnak, van, ami ugyanolyan fontos, mint 3,5 évtizeddel ezelőtt. Sokan kérdezik tőlem, hogy az országos csatornák között milyen szerepe van jelen pillanatban egy helyi televíziónak. Természetesen az, hogy helyi híreket, tartalmakat és friss tartalmakat állítson elő, ez ugye azért fontos, mert az itt élő emberek leginkább innen tudnak tájékozódni. Emellett nagyon fontos, hogy megbízható és hiteles tartalmakat állítsunk elő, csak így képzelhető el hosszú távú kapcsolat a nézőkkel. Erre a Nyíregyházi Televízió 35 éve láthatóan jó példa. Az ügyvezető hozzátette, a sikeres évtizedekhez a korábban és ma itt dolgozó kollégák szakértelmén, a nézők szeretetén kívül persze az önkormányzat hathatós anyagi segítsége is kell, tudva azt, hogy ez nem egy kötelezően ellátandó feladata a városnak. Amikor a város támogatja a Városkép Kft-t, akkor nem csupán egy hírszerkesztőséget vagy hírgyárat támogat, hanem egy olyan 35 éves tradíciót is, amelynek nem csupán a múltja kifejezetten példás, hanem a jelene is az. Két dolgra gondolok. Az egyik az, hogy folyamatosan képes megújulni. Nem szabad elfelejteni, hogy ez ma már régen nem csak egy televízió, csak persze időzőjelben, hanem már jó ideje, ugye heti lappal rendelkezik, és a legmodernebb vívmányoknak megfelelően honlappal és a közösségi médiából is egyre nagyobb szeletet hasít ki a nyíregyházi közéletben, és azt is látni kell, hogy a nívó az lényegében folyamatos, nem csupán az elnyert díjak, amelyeket évről évre magának tudhat a televízió, illetve ez a szerkesztőség, hanem az a minőség és az a város teljes életét lefedő odafigyelés, amit köszönhetünk egyébként szinte minden városlakó nevében mondhatom, remélem, a Városkép Kft-nek, ugye nagyon komoly egység van, televízió, újság, honlap és közösségi média, ebben kell tovább fejlődni. Egy biztos, ugye ez egy nagyon fejlett és pontosan fejlődő technikai háttérrel rendelkező szakma. Ez a fejlődés ez csak gyorsulni fog a következő években, ennek kell megfelelni, és ezt kell támogatni az önkormányzatnak is. A célok között pedig ott van a következő generáció média tudatosságának növelése, ezért a jubileumi rendezvénysorozat keretében szerkesztőségünk szélesre tárta az ajtókat, a középiskolások közül bárki jelentkezhet szervezetkeretek között stúdiólátogatásra.
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban van egy média informatika tagozat, ők is készítettek kisebb filmeket, így kapura jött a lehetőség számukra. Nem voltunk még ilyen stúdióban, ilyen komplex stúdióban, de nagyon jó volt, nagyon látványos volt, érdekes volt az előadás is, és örülök, hogy láttuk ezt belülről is, hogy hogy készülnek a tévébe a különféle riportok, műsorok. Az alkotások egy jelentős része ma már kor dokumentum, ezért is folytatódik az archív tartalmak digitalizálása. Egy másik része pedig országos elismertséget hozott a mindenkori stábnak és a városnak, hiszen számos televíziós és filmes fesztiválon szerepeltek, és méretették meg műsoraink, illetve dokumentumfilmjeink magukat. A helyi és regionális televíziók által 1998-ban alapított helyi értékdíjból szinte minden évben hoz el a Nyíregyházi Televízió, tavaly a hírműsor kategóriában kaptunk fődíjat. A Magyar Filmszemle versenyfilmjei, a Kamera Hungária döntős és győztes filmjei, és például az Országos Természetfilmfesztivál díja fémjelzik, hogy az alapítás óta sok idő telt el, de a Nyíregyházi Televízió a helyi csatornák között mindig is az élvonalban volt. Ez ma még inkább igaz, hiszen azzal, hogy sok évvel ezelőtt egy csoportba került a negyedszázados múltat tavaly elérő Nyíregyházi Naplóval és a városi webportállal a nyiregyháza.hu-val, komoly hírgyártó bázis, igazi sokszínű médiacentrum jött létre, a Városkép Nonprofit Kft.